Na, sziasztok! Csak pár dolgot szeretnék elmondani, aztán indulok a Kunigundába, amikről úgy érzem, hogy fontosak. Magamra fordítom itt a pilácsot mindjárt, vagy a kamerát. Pillanat, hogy én is lássam, hogy mi van. Jó. Na. Lássuk. Megvárom, amíg látom a saját képernyőmön a fejemet, és akkor mondom, hogy mit gondolok arról, ami történik, és hogy szerintem hogy kell tovább menni. Pillanat, csak mindjárt rám fordul a kamera, és akkor már látom magam, akkor tudom, hogy oké. No, azt írtam, hogy ma egész nap ugye elmaradások voltak, tehát egyszerűen a múlt heti folyamatos menetelésben nulla időm volt a kötelezettségeimet az olvasók felé teljesíteni. Ennek egy részét ma meg tudtam csinálni, de nyilván a teljes elmaradás nem. Viszont amik történnek, azokban azt hiszem, hogy személyesen ott kell lennem akkor is, hogyha fene teszik. Többen megjeleztétek, hogy hát inkább ráér, akkor karácsony utára beérkezni a könyvnek szükség lehet ott kint rám. Úgyhogy így teszek, 6 órakor ott leszek a Kunigundában. Nagyon fontos fejlemények vannak, ami szerintem a legfontosabb ebben az egész dologban, hogy az ellenzék a mostani tetteivel teljesen helyreállította azt a bizalmat, amit egy hosszú ideig tartó passzivitással elvesztett. Azt hiszem, hogy maradéktalanul megbízhatunk az ellenzéki országgyűlési képviselőkben, mivel egységesen és láthatóan bátran lépnek föl, ezért teljesen jogos, hogy a lassan kialakuló forradalmi helyzetben az ellenzéki cselekedeteket ők vezessék. Normális esetben egyébként is így kéne lennie, és azt hiszem, hogy ez így törvényszerű. Ez azt jelenti, hogy azt kérem minden civiltől is, mindenki mástól, hogy fogadjuk el, hogy a parlamenti képviselők vezetik a rezsim elleni harcot. A terepen ugyanis, amikor gyors cselekvések vannak, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kik vezetnek, ott nem nagyon lehet gyors cselekedetek közben különböző stábokat és dolgokat összehívni, mert abból nem lesz semmi jó. Elmondom, hogy én mit javasolok, amit mondok, pusztán javaslat, nyilván majd kint is el fogom mondani egy pár parlamenti képviselőnek, de azért így is elmondom nyilvánosan, ugyanis hát úgysem tudnak vele mit kezdeni, tehát ismertek, nekem olyan javaslataim szoktak lenni, amikkel a hatalom tudja is, hogy mit kéne tenni, akkor sem tud vele mit tenni. Úgyhogy mondom, hogy szerintem mit kéne csinálni a mostani helyzetben, mi hozna a legjobb eredményt. Én azt tenném, hogy minden nap 6-tól 10-ig, minden egyes nap 6-tól 10-ig 3 különböző helyre hívnám oda az embereket. Most mondok rá példát, de lehet ez teljesen más is. Az egyik a Kunigunda utca, a másik a Kossuth tér, a harmadik pedig mit tudom én, ugye a Moszkva tér, alias Széll Kálmán tér. Az egyik kontingensnek a Kunigunda utcánál az a feladata, hogy ott tartsa a hévet, már nem az utazó járgányt, hanem a hőt, a forradalom hőjét. A másik két csoportnak pedig az a feladata, hogy elindulva blokkolja a várost. Ugyanis azzal, hogy tegnap a Kunigundára ment át a figyelem, ez nagyon jó, mondom. Tehát az, hogy eszkalálódik ez a dolog, ez nagyon jó, és ami a legfontosabb szerintem, amellett, hogy teljes az ellenzéki egység, és megbízhatunk a képviselők vezetési képességeiben és akaratában, a legfontosabb, és ez több ilyen élő videón át is jött, hogy ezen most még a rendőrök is meglepődtek. Tudjátok az én tézisemet, a rendőrséggel szemben ne harcoljunk, úgy érleljük a folyamatokat, hogy a rendőrök maguk is rájöjjenek, hogy egy diktatúrát szolgálnak, és mikor eljön az a pillanat, akkor tudják, hogy hol a helyük. Ma ezzel, ami történt
az MTVA székházában, hogy parlamenti képviselőket biztonsági őrök dobálnak ki, meg vernek. Ez még ott a rendőröknél is, hát ha azt mondom, hogy megütközést keltett, meg az, hogy ők nem léphetnek fel az MTVA ellen, hát könyörgöm, azért a rendőrség oda megy be, ahova akar, ugye? De nem egy diktatúrában. A rendőrök most kezdik el fölfogni, hogy diktatúrában vannak. Van egy eszkaláció, ne vigyük azért szerintem túlzásba. Nem én fogok dönteni, én azt szerint fogok cselekedni, hogy a parlamenti képviselők akarják. Tehát ezt is tisztázzuk, hogy én itt most beosztottnak tekintem magam, és azt kérem mindenkitől, hogy ugyanígy tegyen, nem szabad a vezetést bizonytalanná tenni. Amiket mondok, azok tehát tanácsok, és amennyiben nem fogadják meg, én akkor is végre fogom hajtani, amit az egész mozgalomnak, az egész forradalomnak a vezetői mondani fognak, mert ez így helyes. Tehát a tanácsom az, hogy az eszkalációt ütemesen csináljuk, ne kapkodjuk el. Tehát mondjuk az nem lenne szerencsés, hogyha ma a tömeg ott mondjuk neki támadna a rendőröknek. Túlzottan gyorsan történne ez, és a rendőröket olyan állásfoglalásra kényszeríteni, amire még szerintem ők sincsenek készen, de igazából azt hiszem, hogy még mi sem. Én tehát azt tenném, hogy érlelném tovább a folyamatokat, egy teljes héten keresztül, minden este 6-tól 10-ig két csoport a városblokkolja, a harmadik csoport pedig folyamatosan ott van a Kunigundán, minden este megpróbálnak bemenni a parlamenti képviselők. Érlelni kell, megmutatni újra és újra, 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 hogy diktatúra, és növelni a tömeget, már pedig a tömeget úgy lehet növelni, hogy erőteljes városi turizmust folytat igen sok ember. Ezt ugye megtapasztalhattuk a múlt héten. No, tehát az én javaslatom pusztán ennyi, hogy mit tudom én, Kunigundás csoport, azokat valakik vezetik, tehát a parlamenti képviselőknek, mint vezérkarnak kéne egymás között három részre felosztani magukat. Az egyik csoport elnevezi magát Kunigundai akciócsoportnak, a másik elnevezi magát Kossuth téri akciócsoportnak, a harmadik meg Széll Kálmán téri akciócsoportnak. Minden este 6-tól 10-ig, lehetőleg egyenlően eloszolva, a nép ezen a három helyen sorakozik, kettő elindul várost foglalni, egy pedig ott van a Kunigundánál biztonsági hátteret adni a parlamenti képviselőknek. Amennyiben a Kunigunda utcai kontingens támadás éri, akkor mindenki tudhatja, hogy a másik két csoport pedig azonnal elindul a Kunigunda felé. Szerintem ez vezet el odáig, hogy a folyamat kézben tartható, a folyamat úgy eszkalálódik, ahogy a mi érdekünket szolgálja, mert mondom, alapvetően azt hiszem, hogy a rendőrök ma azért egy olyan fülest kaptak a saját gondolataikkal szemben. Ők szerették volna azt hinni, hogy ez nem egy diktatúra, és ők a törvényt szolgálják. A mai napon az MTVA-nál számukra kiderült, hogy nem, ők már egy diktatúrát szolgálnak. Tudjuk azt azért a saját tapasztalatunkból is, hogy nem olyan roppant egyszerű átírni, felülírni magunkban mindazt, amit vélünk, gondolunk, érzünk. Ne sürgessük jobban a rendőröket, ugye az országnak 8 évre volt szükség, hogy végre megmozduljon a rezsim ellen. A rendőröknek azért adjunk egy-két napot, hogy ízlelgessék ezt, hogy úristen, kik és válnak ők, ha most nem vigyáznak. Tehát a folyamatot eszkalálni kell, de a folyamatot ésszel kell eszkalálni, azt hiszem, hogy nehogy odasodorjuk egy kényszerlépés alapján a rendőröket a túloldalra, onnan szerintem éppen most kezdenek el elszakadni. Szóval ezek az én javaslataim, nincs több ezzel kapcsolatban. Ezeket a javaslatokat el fogom kint mondani, parlamenti képviselőknek is nyilván. Ugyanis ezek ráadásul még törvényesek is, szokás szerint. Azt hiszem, hogy egy hét múlvára pedig, mit tudom én, szombatra megint össze lehet hívni egy ilyen megatüntetést, és akkor az egész hetes folyamatos városblokkolás, kunigundai jelenlét, mindennek a kommunikációja tovább növeli a tömeg nagyságát, elszántságát, és akár az is lehet belőle, hogy tényleg karácsonyra Orbán Viktor Azerbajdzsánban lesz. Ennyit akartam csak nektek mondani, 6 órakor ott leszek a Kunigundában. Azt kérem mindenkitől, hogy továbbra is észre játszunk, mert az az erőnk.
Köszönöm, hogy velem voltatok egységben a köztársaságért. Találkozunk a Kunigundán, fogok majd onnan is élő videózni. Sziasztok!